Jól teszi Takács, és Filkor kérné vissza. Takács választják el a labdától, és hiába marad lent, megint mehet tovább. Vobodó most olyan kocogósra veszi. Kocogó, Vobodó, Castrati. Egyből be, óriási gól! Simon Krisztián! A 35. percben megszerzi a vezetést az Újpest egy olyan szituációt követően, amit még reklamálni fognak a budafokiak, és miközben mi az újpesti szurkolókat nézzük, a két vezetőedzőt is érdemes figyelni. Predrag Rogán ugyanis gyakorlatilag elismerte Csizmadia Csabának azt, hogy ez egy falt volt, és le kellett volna fújni. Predrag Rogán rendkívül sportszerűen elismerte Csizmadia Csabának, hogy ez itt egy szabálytalanság volt, amit láthatunk Vobodótól. Ebből indul az egész. Hozzáteszem, a félpályánál történik mindez, és aztán Castrati a debütáló játékos gólpasszt ad, és ne vegyük el Simon érdemeit, mert ez egy bravúros mozdulat, és megvan Simon Krisztián második NB1-es mérkőzésén a harmadik gólja ebben a szezonban. Parádés találat egyébként.